Hali papi, mami, szeretnék bemutatni nektek egy óriás kerámián, illetve azt, hogy hogyan fog megtömni. Valamint van egy ilyen technika, hogy hogyan lehet még jobban beleitatni az agyak kerámiákba, mérettől függetlenül magát a dohányízt. Ugye az agyak kerámiákban általában egy-egy ízt szoktunk szívni, és akkor ezáltal sokkal intenzívebb a tömés, jobb az íze maga a pipának, amikor elkészíted. Most itt láthattok egy óriás kerámiát, ezt egyébként kézzel készült, én készítettem egyébként agyakból. Nem tudom, hogy jelenleg lehet-e óriás kerámiákat kapni, ha jól tudom, akkor lehet egyébként kapni, de hát itt látjátok ugye a méretet, itt egy szalár modern funnel kerámia van kikészítve, vagy ide készítve, hogy meg tudjam mutatni, hogy körülbelül mekkora a különbség a kettő között. Ugye ez jóval alacsonyabb. Itt azért kell alacsonyabbra csinálni, mert azért elég törékeny tud lenni, főleg ez a nagyon nagy a dohánytartó része. Itt láthatjátok itt a modern funnelnek, ami egyébként alapjáraton sem annyira pici űrtartalmú. Egyszerűen van egy videó, ahol lemértem különböző dohánymennyiségeket. Hát itt, hogyha ráteszem is látni, hogy ez mennyi vett, hogy teljesen bele huppan szinte, de egyébként már egy ránézésre is látni, hogy mekkora a különbség a kettő között, hát elég nagy. Most ami még fontos, hogy ennél picit laposabb, tehát nem kell annyira megtömnöm, inkább lapos, de az eloszlik, ugye, és ez azt hozza magával, hogy négy szín kell majd a beízításához. Nézzük meg először is, ugye kibontjuk maga a dohányt. A technikája ennek az, hogy hát jobb módszer nincsen, igazából az ujjaddal picit belemártogatod, elég melasszosak ugye ezek a dohányok, még az alfaker is annyira melasszos, hogy a kezelet egy picit megfogja, és egyszerűen az ujjaddal kikened magát a kerámiát. Ilyen jó erősen bele itatott körbe. Ez főleg akkor fontos, amikor egy kezdő kerámiánál, vagyis egy frissen vásárolt kerámiád van, és akkor így bekenni a melasszal. Nyugodtan ugye maradhat is benne, mert azt majd szépen rá is tömünk. És akkor itt szépen körbekenem magát a melaszt oszlatom el, és akkor az agyak kerámia szépen be is fogja szívni. Egyébként ide belülre is tehetünk, én mindenhova szoktam. Van, aki még kívülről is bekenni amúgy, hogyha nagyon durva ízt akarsz. És akkor ezt szépen itt bekened, és hát fordítasz egyet ugye a kerámián. Ezeket a darabokat most kiszedem, hogy ne essen ki, akkor csinálom. És akkor ugyanezzel a technikával, egy jó melaszos ujjal itt szépen, itt már jobban lehetne, hogy meg fogja fogni. Remélem látni. Jobban lehetne, hogy meg fogja rögtön a melasz ugye a kerámját, és akkor szépen be is ivódik ide végig. És akkor így bekenem a kerámját ígni. Nézzük maga a tömését. Hát ugye ez nem túl dohánytakarékos megoldás, de én azt gondolom, hogy néha kell ilyen kis családi, haveri tömést csinálni. Egyébként Alphaker narancsot fogunk bele tömni, amit nagyon-nagyon szeretek. Most nyáron ez megint ilyen nagyon friss, nagyon jó kis cucc. És akkor egyszerűen elkezdjük ide lapátolni sorba. Látjátok, hogy ilyen szépen oszlik el ezen a felületen. Ugye az a különbség az óriás kerámiáknál, hogy nagyon nagy felületen érintkezik majd a szénnek a hőjével a dohány, és akkor ezáltal még jobban felszabadulnak az ízek. Hát ha jól csináljuk egyébként, ha kevés hőt adunk neki, akkor meg pont nem fog sikerülni az egész, és akkor egyszer nem indul be a pipa. Még egyszer mondom, nem egy spórolós megoldás, ez ilyen igazi családi kiszerelésünk, akkor ilyen haverokkal összejöttök, és te nagyon jót akartok pipázni. Egyébként mondjuk a Salar Modder is csalóka, mert abba is azért megy anyag rendesen, de hát azzal is jókat lehet nagyon pipázni. És most itt két dolog a lényeg, vagy az, hogy spórolni akarsz, vagy pedig egy nagyon jót akarsz pipázni. Amellett szoktam dönteni, hogy akkor inkább egy jót pipázunk még az utolsó adagból is, nem szoktuk így ketté szedni. Próbáljuk egyenletesen eloszlatni. Most szoktam ugye azt csinálni, hogy van egy ilyen kis tű,
És akkor ezzel elkezdem teljesen széthúzni a dohányt, így megyek végig. Csak ezt teljesen végig. Hát ilyen elég erős mozdulatokkal úgy. Ugye van, aki már kezével morzsolgatja szét, hát most én videóban nem szoktam így széttrancsírozni újjal, de van, amikor én is mondjuk úgy csinálom, de egyébként ez egy tökéletes megoldás egy utólag, hogy így szétszurkálom igazából az összes dohány darabkát, hogy nem maradnak ugye egybe ilyen nagy részek. Ma azért érdemes így szétmorzsolgatni, meg utána ezt így megcsinálni, mert teljesen más lesz, hogy jobban át tudja járni a hő a dohányt. Most itt látom is, hogy oda még nyugodtan mehet egy kis adag. Hát fér bele, gyerekek, szóval ez ilyen, ez nem egy mindennapi pipázásra való, ez biztos. És akkor most, hogyha én nagyon megszurkáltam, akkor én egy nagyon picit tényleg csak lenyomom. Tehát tényleg csak szinte a súlyával, hogy nem szabad ilyen izomból betömködni, főleg ilyen nagy kerámiánál, mert teljesen beszorul a dohány. És hát most, hogyha ez megvan, a kis unikrémmel most fel fogjuk dobni az unikrémet. Ezt. Hát vigyázni kell, egy picit az instant íze van, nem szeretjük annyira, de most úgy döntöttem, hogy azért egy ilyen karikát bele fogunk tenni. Ennyit összvisz. És akkor én úgy szoktam csinálni ilyenkor, hogy ne teljesen a tetején legyen, hogy utána ilyen szépen így bele dolgozom a dohányba. Tehát csak ilyen nagyon finoman, így egy picit lejjebb nyomom, hogy ugye eltűnjön ez a vastagsága magának az unikrémnek, mint hogyha ilyen fogkrémszerűen kinyomtad volna, maga dohányban legyen benne, hogy nehogy megégjen itt a tetején. Ne legyen annyival magasabban, mint maga a dohány, hanem egy szintbe hozom úgymond ezt a... Ez elég ilyen, van neki egy ilyen vastagság. Itt a fóliázást is felmutatom, azért hát most nem fog külön megjelenni, mert elég nagy fólia darab kell rá. Itt már elkészítettünk egy ilyen fóliát, amire figyelni kell az ilyen óriás kerámiáknál. Ugye nagyon-nagyon kell, hogy feszüljön. Ez miért fontos? Ugye azért fontos, mert a négy szenet azért meg kell tartani. Elég erősen megtépem rajta a fóliát. Főleg így, amikor már lyukas, akkor lehet a végleges verzió. Nem kell visszaszedni, hanem meg lukasztás miatt ugye picit beér megy mindig a fólia. Alig tudom átfogni, akkora nagy. Alig érem át. Csapinak egyszer adtam egy ilyen kétalmás óriás dohánytartót, és hát nagyon beleszerettek, azt mondta, hogy kiváló volt. Azóta is emlegeti, hogy nagyon finom íz jött belőle, és azt tényleg így oda lehet neki durrantani. Most azért látom, hogy nagyjából ez elbírja a négy darab szenet, de négy darab szén viszont kell neki, anélkül nem fog beindulni egyáltalán. Ennyi lenne, még talán a végére bevágok pár képsort, ahogy pipázok, ahogy ugye, hogy néz ki. Hát ez ilyen, mint egy jó hangulatot csinál az embernek így nyáron. Na, halipa piramid. Hát így néz ki a dód piramid pipán, ez az óriási nagy kerámia, elég durván néz ki szerintem. Egy szír mosható csövet használok, egy ilyen mód van a végén, illetve ugye dud piramidból, és ebből a csőből egyébként csak a narancsot szoktuk szívni, és hát van rajta négy darab black kokosz szén, tesztet egyébként láthattok videóban a black kokoszról, akit érdekel, szerintem egy nagyon megbízható és nagyon jó szén. Ha tetszett a videó, dobja a lájkot, köszönöm. Ha szívesen látnád dohányod tesztben, vagy akár támogatnád a videókat dohánnyal, vagy egyéb dologgal, pénzt nem fogadunk el, a következő címre várjuk. 1631 Budapest, Sashalom 1-es posta, Podmanicki István, postán maradó küldeményként ad fel. Üzenetben jelezd, ha feladtad, valamint hogy neved, bemondhatjuk-e a videóban. Köszönjük és bőfüstöt! Csatlakozz Facebook oldalunkhoz! Képek, tippek, trükkök és legyél napra kész minden videóról!